Az utóbbi években egyre több külföldi turista fordult meg Szabadkán és Palicson. Bár idén a járvány miatt a külföldiek elmaradtak, a szerbiai turisták továbbra is kíváncsiak a szecessziós épületekre, a tóparti villákra, a csárdák ételkülönlegességeire és a palicsi állatkertre. Az elmúlt időszakban jelentős számban fordulnak meg Észak-Bácskában. Trenutno smo na godišnjem odmoru, pa smo решили da vidimo i Palić. Bili smo pre nekoliko godina, svidelo nam se i tako, eto. Na više dana ste došli? Ne, na jedan. Došla sam sa suprugom iz Sečnja. Prvi put smo na Paliću kao na odmoru. Došli smo eto na par dana da vidimo kako je, pa možda postane tradicija dolaženja ovde. A palicsi turizmusban dolgozók szerint összességében kevesebb a látogató, mivel a járvány miatt külföldről alig jöttek néhányan. Viszont az utóbbi napokban egyre több szerbiai turista érkezik. Nyaralás híján a szabadkaiak és a környékbeliek is gyakran kilátogatnak Palicsra. Itt dolgozom a női strandon, mint hát kisegítő. Hát tapasztaltam, hogy sokkal több a turista, belgrádiak inkább, de viszont környező településekről is nagyon sokan vannak. Kisgyermekekkel, idősebbek, sokan a házi kedvencet sétáltatják. Tehát vannak, nagyon sok. Észre lehet venni, hogy nem lehet úgy nyaralni menni, ezért jönnek az emberek, gondolom én. Van vendég, rengeteg van. Beográdi, Novi Sadi, Szerbiából jönnek sokan, de főleg a beográdiak, azok 90% beográdiak. Jönnek kölcsönözők, csónyokokat, bicikliket. Homolya Levente egy palicsi szállodában dolgozik recepciósként. Mint mondja, bár sokan még mindig csak egy-két napra jönnek, egyre többen vannak azok, akik hosszabb időt töltenek itt. Ez részben az állam által biztosított ingyenes üdülési utalványoknak köszönhető. Belgrádiak ugye azok, akik többségben vannak, újvidékiek úgy szintén, illetve Kragujevac, illetve Szerbia egyéb ilyen kisebb részéről jönnek. Külföldi turisták jönnek-e mostanában, vagy az elmúlt két hónapban voltak-e? Hát voltak, nem tömegesen, de viszont voltak, főleg Magyarországról voltak ugye a turisták, illetve az ilyen átadozó turisták. A koronavírus járvány miatt számos olyan palicsi és szabadkai rendezvényt voltak kénytelenek lemondani a szervezők, amelyek eddig minden évben sok szerbiai és külföldi látogatót vonzottak ide. Így a korábban tapasztalt turisztikai helyzet visszarendeződése hosszabb időt vesz majd igénybe.